nézőink! Mai előadásunkat jelnyelvi tolmácsolással kísérjük. A Pesti Magyar Színház akadálymentes. Az előadásokat ugyanis látás- és hallássérültek is látogathatják. Stábunk ezúttal Takács Erika jelnyelvi tolmács munkáját mutatja be. Azt kell közvetíteni, amit a színész csinál. Tehát ha ő szomorú, én is szomorú vagyok. Ha ő jókedvű, én is jókedvű vagyok, és ugyanabba a stílusba, ugyanabba a metodikába próbálja meg az ember ezt közvetíteni, mint ahogy a színész csinálja, mert mi egy csatorna vagyunk. Tehát mi az ő láthatatlan hangja vagyunk, és mi azt próbáljuk meg közvetíteni a nézők felé, a hallássérült nézők felé, amit a többségi társadalom, a nézők többsége automatikusan kap. Most jöttetek a bemutatóra, nekem ez lesz a bemutató. Nagyon jó a darab, borzalmasan tetszik, mese. Én imádom a meséket, valahogy a mesék megtalálnak az utóbbi 10 évben. Nagyon szeretem a meséket, lehet, hogy azért, mert alapjáraton egy eléggé mosolygós alkat vagyok, vagy ilyen nagymama alkat, vagy nem tudom. Nagyon várom, kíváncsi leszek a hatásra én is. Nem könnyű számomra, tehát fordítási szempontból nem könnyű, de nagyon tanultam rá. Iris királynő, üzenetem van. Na látod? Hát már megint megszakadt. Harmadik évada vagyunk a Pesti Magyar Színházban, és itt rendszerrel vannak előadások. Nem csak hallássérültek számára, hanem látássérülteknek, sőt kerekesszékeseket, autistákat is fogadnak, értelmi sérülteket. Tehát ez egy annyira nyitott színház lett, aminek én borzalmasan örülök. Nem szegregáltan nézhetnek előadásokat felnőttek, gyermekek, akik valamiféle akadállyal küzdenek, hanem integráltan is, és ez nagyon fontos. Gyerekelőadásnál szoktunk általában inkább kontaktot tartani a közönséggel, kicsit ott lazább a millió, ott jobban lehet felnőtt előadásnál, nem mindig megyünk ki a nézőket várni. Ahogy láttátok, azért félig meddig jelzésértékkel jelmezbe vagyunk, és az azért azt nem igazán jó megmutogatni a közönségnek, mert akkor hol lesz a nagy varázsla. Nagyon jók a visszajelzések. Visszajáró vendégek vannak már, visszajáró nézők, visszajáró iskolák, sőt, vannak olyan iskolák, ahol a halló gyerekeket direkt arra a darabra hozzák, amikor mi vagyunk. És ez most már harmadik éve így van, és ez egy csodálatos, van egy kőbányai iskola. Tanárnéni úgy hozza a gyerkőcöket, amikor tudja, hogy jelnyelvi tolmács van. És nagyon édesek a lurkók, mert már úgy tapsolnak, mint a siket gyerekek, és ez nagyon jó érzés.